Köszöntöm Önöket, az Öböl Televízió hír összefoglalója következik. Nézzük kiemelt híreinket először röviden. Pályázati lehetőségek. Cél az álláskeresők elhelyezkedésének segítése. Egyeztető fórum. Csökkent a balesetek száma Almádi térségében. Parti sétány. Fűzfő, csalogató része, az elkészült séta és kerékpárút. A Veszprém megyei kormányhivatal és a Veszprémi járási hivatal foglalkoztatási osztálya által munkáltatói fórumra került sor. Az álláskeresők elhelyezkedéséhez kívántak segítséget nyújtani. Ezúttal a munkáltatókat tájékoztatták azokról a lehetőségekről, amelyek rendelkezésre állnak a hazai és az Európai Uniós pályázatok révén. Az országos munkanélküliségi ráta 6,1%-os, ennél Veszprém megyében kedvezőbben alakul a helyzet, jelenleg a lakosság 3,7%-ának nincs munkája. Most a munkaadók részére nyílnak lehetőségek a foglalkoztatás terén. A mai munkáltatói fórumnak a legfőbb célja az az, hogy a munkaadók a veszprémi járásban munkát adók, vagy éppen foglalkoztatók, azok személyesen tudjanak találkozni a foglalkoztatási főosztályú munkatársaival, illetve a járási foglalkoztatási osztály kollégáival. Közvetlenül tudjanak érdeklődni foglalkoztatási bővítésű szándékok szerint a támogatások lehetőségéről, hazai forrásokról, Európai Uniós pályázati lehetőségekről, és tudjanak kérdezni, és az a legfontosabb, hogy a foglalkoztatás bővítését, a teljes foglalkoztatottság elérését, mint célt, azt úgy tudjuk megtenni, hogy ha munkaadók pontosan tudják, hogy nekik milyen lehetőségeik vannak, hogy tudnak egy-egy pályázati forrást igénybe venni, hogy tudnak egy-egy támogatáshoz hozzájutni, és ez a mai munkáltatói fórum legfőképpen ezt a célt szolgálja. A foglalkoztatási főosztály szakembere ismertette azokat a lehetőségeket, amelyekre lehet pályázni. Kettő munkaerőpiaci programot működtetünk most, az egyik az ifjúsági garancia program, a másik pedig az út a munkaerőpiacra program. A kettő közt a különbséget a regisztrált álláskeresőknek az életkora adja. Az ifjúsági garancia programnak a célcsoportja a 15-től a 25 éves korig terjedően, ugye a pályakezdő fiatalok, az út a munkaerőpiacra program célcsoportja 25 év felettiek. Ezeket a célcsoportokat még itt a korosztályon belül nyilván lehet pontosítani. Alapvetően ezt a kettőt tudják igénybe venni a munkáltatók, abban az esetben, hogyha támogatást kívánnak a regisztrált álláskereső foglalkoztatása után igénybe venni. De ezekben a programokban nem csak munkáltatókat tudunk mi támogatni, hanem tudjuk támogatni, aki érez magában annyi erőt, illetve van egy jó ötlete, vállalkozóval válási támogatásokat is tudunk ebbe a két programba nyújtani. Képzéseket is terveznek a programban, hogy szakmát adjanak az álláskeresők kezébe. Két állásügynök is segíti a pályázatban foglaltak sikeres megvalósítását. Az Unió kiemelten kezeli a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatos problémát. Az ifjúsági garancia rendszer biztosítja most a feltételeket ennek orvoslására. Ezzel 930-25 év alatti fiatalt tudnak a megyében a munkaerőpiacra integrálni. A garancia arra vonatkozik, hogy 6 hónapon belül lehetőséget kínálnak a szakemberek a programon belül a résztvevő fiataloknak, hogy tanulhassanak vagy dolgozhassanak. Ebben a pályázatban még arra is van lehetőség, hogy a munkába utazást támogassák, vagy albérleti hozzájárulást fizessenek. A topos pályázatokban is lesz lehetőség különböző foglalkoztatási együttműködések kialakítására. A hazai forrású programokból 700 fő elhelyezkedését tudják támogatni. Megvalósul továbbá a Nők 40 plusz program, ami az 55. életévüket betöltött nőknek ad támogatást 8 hónap időtartamra 4 hónapos továbbfoglalkoztatással. A szakemberek azt javasolják, a pályázatok iránt érdeklődő munkáltatók keressék fel a járási foglalkoztatási osztályt, és személyre szabottan kérjenek segítséget abban, hogy az álláskeresőket milyen módon tudják foglalkoztatni a fenti feltételeknek és lehetőségeknek megfelelően. Döntött a Veszprémi törvényszék. A népszavazási kezdeményezésre megfogalmazott kérdéseket elutasították. A lőporgyár beruházás ellen a kérdéseket Balatonfűzfőváros képviselőtestületének két tagja terjesztette előhitelesítésre, ami jogszabályi feltételeknek megfelelt. Mivel a testület tagjai kezdeményezték a népszavazást, a kérdéseket hitelesítés céljából a helyi választási bizottsághoz kellett benyújtani. A Veszprémi törvényszékhez így a választási bizottság továbbította a népszavazásra szánt kérdéseket. A törvényszék döntése értelmében, mivel a szavaztatásra szánt kérdések nem sorolhatók a helyi közügyek közé,
A két kérdés nem felel meg az egyértelműség jogszabályi feltételeinek. A törvényszék a kérdés hitelesítésére irányuló kérelmeket elutasította. A határozat szerint további jogorvoslatra nincs lehetőség. A kérdéseket ebben a formában már nem lehet kiírni. A Balatonfüszői képviselő testületet Marton Béla polgármester tájékoztatja, és az ügyet részéről lezártnak tekinti. Újjá alakult a Városi Baleset Megelőzési Bizottság, derült ki a közlekedésbiztonsági munkacsoport legutóbbi ülésén. A megbeszélésen elhangzott, hogy 2015-ben, ha csak kismértékben is, de csökkent a balesetek száma az előző évekhez képest. 2005-ben 83 volt a sérült balesetek száma a Balaton-Almádi rendőrkapitányság területén. Tavaly 61. Évről évre fokozatosan csökken a balesetek száma, derült ki a közlekedésbiztonsági munkacsoport és a Városi Balesetmegelőzési Bizottság összevont ülésén. Stanka Mária rendőrőrnagy hangsúlyozta, hogy tavaly ittas vezetésből halálos baleset nem volt. A rendőrség igyekszik kiszűrni azon vezetőket, akik alkoholos állapotban ülnek a volán mögé. Ennek is köszönhető, hogy míg 2014-ben 9, addig az elmúlt évben összesen 4 baleset történt ittas vezetésből. 2015-ben ugyan több volt a súlyos balesetek száma, mint az azt megelőző évben, de mindent egybevetve tovább csökkent a balesetek száma a térségben. Az ülésen döntés született arról is, hogy újjáalakul a Városi Balesetmegelőzési Bizottság. A Balesetmegelőzési Bizottság most azért alakul újjá, mert eddig polgármesterek voltak, részben nem vállalják tovább a feladatokat, leterheltségük megváltozott, másrészt alakítjuk ehhez az élethez, ahonnan segítséget kapunk, ahol az együttműködés jól megy az iskolákkal, oktatási intézményekkel, őket, az ő képviselőiket vonjuk be a bizottság munkájába, másrészt a szezonalitáshoz kötődően, ugye nyári programokat, ahol a leginkább számíthatunk rá, hogy megvalósíthatók, látványosan, szembetűnően olyan képviselőket választunk, akik ebben segítenek nekünk. A bizottság egyik új tagja az Irinyi iskolában tanító Horváth Irén lett, aki örömmel vállalta a felkérést. Az iskolában fontosnak tartják a közlekedésbiztonságot. Évek óta hagyomány, hogy a diákok kressz oktatásban vesznek részt. Első osztálytól 8-ig fakultatív tanórák keretében a tanulók a közlekedés különböző szintereit tanulhatják. Ezen kívül tehetséggondozás alatt a tanulókat rendszeresen hordjuk korosztályonként különböző kerékpáros versenyekre, területire, megyeire, illetve országos versenyekre is. Nagyon szép eredményeink vannak évről évre, többször voltunk országos dobogós helyezettek is. A rendőrség tervei között szerepel, hogy figyelemfelkeltő balesetmegelőzési programokat tartanak az idegenforgalmi szezonban. Jelen lesznek a strandokon, települések által szervezett rendezvényeken, nyári táborokban. A tanév alatt pedig a tanintézményekhez kötődő vetélkedőket tartanak. Az óvodásoknak rajz, míg az iskolásoknak a közlekedéssel kapcsolatos versenyek lesznek. Döntés született arról is, hogy a kerékpárutak mentén figyelemfelkeltő táblákat helyeznek ki. Felhívják a biciklisek figyelmét, hogy használják a bukósisakot és a megkülönböztetésre szolgáló mellényt. Kerékpárral sem szabad ittasan vezetni, és a sebességet nekik is be kell tartaniuk. Rekordszámú 240 diák nevezett az Öveges József Szakképzőiskola és Gimnázium idei versenyére. A megye számos pontjáról érkeztek versenyzők, de Székesfehérvárról, illetve Siófokról is jöttek. A tanulók idegen nyelvből, informatikából és most először a marketing területén is megmérettették magukat. Izguló, kissé lámpalázas diákok. Zsúfolásig megtelt az Öveges József Szakképzőiskola és Gimnázium aulája megnyitóra. Soha ennyi fiatal nem nevezett a már hagyományosnak tekinthető versenyre, melyet 12. alkalommal rendeztek meg. Idén 240 versenyző jött el. Voltak, akik angolból és németből, más informatikából számolt be a képességeiről. Most legelőször pedig a gazdaság és marketing területén is összemérték a tudásukat. Azt várom a versenytől, hogy még jobban megerősödjön. Szeretnénk alapot teremteni a következő évekre a kereskedelmi típusú versenynek is, és az idegen nyelvű versenyt nagyon fontosnak tartom, hiszen az új fenntartónk, a Nemzetgazdasági Minisztérium is meghirdette azt a programot, hogy a szakképzőiskolások hogyan tudjanak becsatlakozni a civil életbe, a munkavállalásba, itt pedig nélkülözhetetlen, hogy egy nyelven magabiztosan tudjanak beszélni.
143 fiatal indult az angol és német idegen nyelvi vetélkedésen. A versenyzőket a nyelvi órák száma alapján kategorizálták. Well, I was playing with Bonzo in the garden with a ball, and the ball went over the hedge into the road, and yes! Legelőször írásbeli vizsgára került sor, ahol a nyelvhelyesség, az olvasott szöveg értése és a hallás utáni értés számított. Ezután jöhetett a szóbeli vizsga. Osztályfőnököm Élesfa Véván készített fel, az órai anyagokkal együtt meg hozott feladatlapokat mutatott meg. A verseny tehát igazából jó kis szórakozást várok, meg ezért így gondolom érettségihez hasonló egy picit, úgyhogy azért az is egy picit így jó dolog. Nyelvvel meg így terveim, hogy hát, hogyha lehet, akkor nyelvvizsga mindenféleképpen, és lehet, hogy nem csak angolból, hanem mondjuk németből is. A megye számos pontjáról érkeztek fiatalok, de voltak, akik Székesfehérvárról, illetve Siófokról jöttek. Így az öveges iskola versenye lassan már regionálisan nőtte ki magát. Az iskolából értesültem a versenyről, és nagyon megfogott, érdekesnek találtam. Negyedik osztály óta tanulok angolt, és igazából bármilyen eredménnyel megelégednék, szerintem a részvétel a fontos. Eligazítást kapnak a versengés előtt a gazdaság, kereskedelem és marketing iránt érdeklődők. Idén először vetélkednek egymással az általános iskolások ebben a kategóriában. 6-3 fős csapat mérte össze tudását. A szervezők nem titkolt célja az, hogy a fiatalok később az öveges iskolába járjanak tanulni. A gyakorlati feladatokon kívül feleletválasztós kérdésekre is válaszolniuk kellett. Továbbá igaz-hamis és számításos feladatok is voltak a versenyen. Nagyban szerelik a számítógépeket a jövő informatikusai. Fontos a hardware ismerete. A diákoknak azonban nem csak a szerelésben kell jártasnak lenniük. A szövegszerkesztés, a prezentációkészítés és a szakmai műveltség szintén fontos eleme volt a versenynek. Idén 80-an indultak az informatikai megmérettetésen. A győztes csapatok vezeték nélküli bluetoothos hangszórókat kaptak. De jól járt az iskola is. Ők minőségi nagy hangszórókban részesültek. Az idegen nyelv legjobbjai nyelvkönyveket, nyelvújságokat és nyelvtanfolyamokat kaptak. Elkészült a fűzfői parti sétány és kerékpárút. A kivitelezés befejeződött, jelenleg a garanciális munkálatokat végzik. A part mentén húzódó sétány természet közelségével és kivételes panorámájával nem csak Fűzfő, hanem a balatoni térség patinás részévé válik. A beruházás 450 millió forintból valósult meg. Hétköznap délelőtt. Ebben az időben még kevesen élnek a lehetőséggel, hogy végigjárják Balatonfűzfő új ékességét, a parti sétányt. A kerékpárút is végig ezen a vonalon húzódik. A Tobruki strand mellett gyalogos, bringás híd épült. A sétány mentén több érdekesség található. A Nádason keresztül egy hosszú stég nyúlik a Balatonba, csodálatos kilátást biztosítva. A stéget már most szeretnék igénybe venni esküvői szertartásokra. A természetbarátoknak is akad látnivaló. Éppen egy hattyú rakja a fészkét. A jó időt kihasználva pedig napoznak néhányan. A kikötő után egy látványos és praktikus játszótér épült. A fiatalok ilyenkor az iskolapadot koptatják, így a stáb próbálta ki, milyen ismét gyereknek lenni. A munkálatok befejeződtek, jelenleg garanciális kivitelezés zajlik a területen, a kerékpárúton és a parti sétányon is. Ezzel a kivitelezőnek április közepéig el kell készülnie. A forgalomba helyezés van még hátra, ez az eljárás folyamatban van. Sajnálatos, hogy néhányan nem becsülik meg a városban élőkért és turistákért megvalósított fáradozást. Lopnak, rongálnak. Szóval már a kivitelezés alatt történt rongálás a tobruki szakaszon. Egy padot tettek tönkre, illetve történt egy lopás, egy napelemes lámpafejet tulajdonítottak el. Ezzel kapcsolatban az önkormányzat megtette a feljelentést, és jelenleg az eljárás folyamatban van a Balatonalmári rendőrkapitányságnál. A parti sétány és kerékpárút kialakítása elősegíti egy természetközeli, modern, üdülőhelyi arculat megvalósulását. Egyedi panorámájával és változatos környezetével kiemelkedő turisztikai célponttá válik a fűzfői öböl. Májusban a sétányt egy szezonnyitó ünnepség keretében már teljes egészében átadják a nagy közönségnek.
Játékos vetélkedők és nyeremények várják majd a látogatókat. A csontritkulás problémája napjainkban közel 1 millió embert érint Magyarországon. Főként az idősek, azon belül a hölgyek a veszélyeztetettek. Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően a csontritkulás folyamata megállítható. A szakemberek javaslata, hogy néhány évente érdemes elvégezni az állapotfelmérést. Az egészségfejlesztési iroda csontritkulástól tartott előadására sokan voltak kíváncsiak Balaton-Almádiban. Dr. Kulcsár Enikő háziorvos minden részletre kiterjedően mutatta be a kezelés és megelőzés lehetőségeit. Az emberek többsége sajnos még mindig keveset tud a csontritkulásról, miért alakult ki és hogyan kezelhető. Pedig rengeteg információ jelenik meg különböző hírcsatornákon ebben a témában. Az utóbbi években azonban egyre többen keresik fel a rendelőket és kérnek állapotfelmérést. Térségünkben, Veszprémben és Balatonfüreden végeznek ilyen jellegű vizsgálatot, ahol rögtön tájékoztatást adnak a csontsűrűségről. Beutalót minden esetben a házi orvostól kell kérni. Nagyjából Magyarországon 1 millió embert érint. A probléma 900 ezer 1 millió között becsülik, akiknek csontritkulásuk lehet, vagy van, és sajnos csak 130 ezer az a beteg, akit kezelünk ebből. A csontritkulási folyamat megállítható, sőt, visszafordítható. Napjainkban már kiváló gyógyszerek állnak rendelkezésre. A D-vitamin rendszeres szedésével elősegíthető, hogy a kalcium beépüljön a csontokba. A napozás által könnyen D-vitaminhoz jut a szervezet. A napfényhiányos időszakot vényre felírt vitaminnal lehet pótolni. Ezeket minden esetben az orvostól kell kérni. Csak ezek a készítmények megbízhatóak. A bevizsgálás mellett pedig olcsóbb is, mint a különböző üzletekben kapható szerek. Hát a legnagyobb problémája a csontritkulásnak, ugye nem probléma végül is, mert ez ugyanúgy, hogy negatív, de minden dolognak van pozitív oldala is, hogy nem fáj. Tehát amíg ugye nem fáj, addig nem gondolunk arra, hogy probléma vagy baj lehet. És mivel tekintettel arra, hogy nem fáj, nem foglalkozunk vele, nem gondolunk arra, hogy bizony meg kellene méretni, főleg akkor a csontjaink sűrűségét, főleg akkor, hogyha a családban fordult elő oszteoporózis, vagy esetleg ismerünk egy hajlott hátú nénit a közeli rokonok között. Nagyon fontos lenne, hogy erre gondoljunk, csak hát ugye ez van, nem fáj, nem gondolunk rá. A legfontosabb mindig a megelőzés. Ezt már újszülött kortól el kell kezdeni. A gyereket folyamatosan rá kell szoktatni a rendszeres, intenzív mozgásra. A heti néhány tornaóra kevés. Legalább napi 40-50 percet kell izzadásig mozogni. A csontok 25 éves korra fejlődnek ki teljesen. Eddig fejleszthetőek, hogy épek és egészségesek legyenek. Csonttörést követően is fontos a mozgás. A kalcium csak izommozgás által épül be a csontokba. Így a gyógyulási folyamat is rövidebb. A pihenés és fekvés a lehető legrosszabb döntés. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Pályázati lehetőségek. Cél az álláskeresők elhelyezkedésének segítése. Egyeztető fórum. Csökkent a balesetek száma Almádi térségében. Parti sétány. Fűzfő, csalogató része, az elkészült séta és kerékpárút. A Híradó utáni közügy című műsorunkban litér költségvetéséről és a jubiláló almádi bauxit természetjárók terveiről lesz szó. Kistérségi magazinunkban a múlt hétvégi ünnepi beiktató istentiszteletről láthatnak egy bővebb összefoglalót. Adásunkat zongora muzsikával zárjuk. Elérhetőségeinket a képernyő alján láthatják, keressenek minket. Az interneten is megtalálhatóak vagyunk. Weboldalunkon korábbi híradóinkat és stúdióbeszélgetéseinket is visszanézhetik. Kövessenek minket a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!